Kimlény Sepeli, a szociológia és nemzetközi ügyek professzora, Kimlén. Alkotmányjogász, a Princeton Egyetem jog- és közügyek programjának igazgatója, az első vendégünk Amerikából Skype-on. Beszélgetésünk közvetlen apropója az a washingtoni meghallgatás, amelyet az Egyesült Államok Helsinki Bizottsága tartott a minap a magyar helyzetről, a demokrácia röppájája miért számít Magyarország címmel, ahol a professzor asszonyt is hosszan meghallgatták az alkotmányos berendezkedésünkkel, illetve az alaptörvény negyedik módosításával kapcsolatban. Jó estét kívánok! Professzor asszony, már csak azért is nagyon jól ismeri a magyar viszonyokat, illetve a magyar alkotmányt, mert a 90-es években 4 éven keresztül tanulmányozta itt Magyarországon az akkori alkotmányt, és aztán a módosításra való törekvéseket. Manapság kormányoldalról azt szokták mondani, amikor az alkotmány az új alaptörvény elfogadását és a módosításokat indokolják, hogy az akkor, ez a bizonyos 89-es, egy sztálinista alkotmány volt. Önnek mi volt akkor a véleménye? Valóban változtatni kellett ezen? Valóban hagyott maga után kívánni valót a 89-ben elfogadott alkotmány? Nos, úgy gondolom, az alkotmány alapvetően megváltozott 1989-90-ben, formailag megtartotta a régi sztálinista alkotmánynak a keretét, de nagyon sok szempontból megváltoztatta és behozta az ellensúlyoknak a rendszerét, létrehozta az alkotmánybíróságot, az ombudsmannak az intézményét, egy sor olyan intézményt, és valójában ezáltal ez egy teljesen új alkotmánnyá vált. Magyarországot nem vették volna fel az Európai Unióba a régi alkotmányával együtt. Ez a meghallgatás, ami most volt Washingtonban, az Egyesült Államok Helsinki Bizottságának kezdeményezésére jött létre. Mi ennek a jelentősége az amerikai politikában, illetve a nemzetközi kapcsolatokban? Mi az üzenete annak a ténynek, hogy egy ilyen meghallgatásra sor került? A Helsinki Bizottság alapvetően egy olyan bizottság, amelyet arra hoztak létre, hogy az emberi jogokat ellenőrizze mindazokban az országokban, amelyek részesei lettek ennek a bizottságban az EBS keretén belül. Ezen a meghallgatáson nagyon komoly dolgokról volt szó, ez egy olyan jelzés, amely arra vonatkozott, hogy Magyarországnak az amerikai külpolitikában emelkedett a jelentősége. Meghallgatáson Szájer József is jelen volt. Közeledtek egymáshoz az álláspontok? Meg tudták egymást győzni bármiről is? A magyar kormány előszeretettel hangsúlyozza, hogy tévedésekben és pontatlanságokban leledzenek azok a kritikusok, akik kritizálják az alaptörvényt és a módosítást, így például ön is. Nos, a Helsinki Bizottságnak a tagjainak el kellett mondani arról, hogy mit gondolnak. Szájer József úr nagyon meggyőző benyomást keltett abból a szempontból, hogy magabiztosan mondta el, nagyon sok adat állt rendelkezésre. A probléma az volt, hogy nem arról volt szó, nem tudta ő valójában alapvetően megkérdezni azokat, amiket mi állítottunk. Nagyon sok olyan álláspont, amelyet elmondott, de nem volt lehetőségünk ezen a meghallgatáson egymással érdemben vitatkozni. Egyébként, hogyha jól tudom, akkor önök a 90-es években nagyon jól ismerték egymást Szájer Józseffel, és sokakkal, másokkal is, akik most konzervatív oldalon politizálnak. Mostanában is szokott velük időnként beszélni, konzultálni ezekről a kérdésekről, a nyilvánosságon kívül is? Többször találkoztunk az elmúlt időben, az alkotmány megalkotása idején is, de a legutóbbi alkalommal, amikor Magyarországon jártam, akkor az emberi jogokról is szót ejtettünk. Egy közeli kapcsolatban voltunk, és így volt alkalmunk beszélni az alkotmányos változásokról. Az amerikai Helsinki Bizottságnak egyébként 2 társelnöke van, egy demokrata, illetve egy republikánus, és közülük a republikánus, bizonyos Chris Smith azt mondta a meghallgatáson, hogy szerinte méltánytalanok a Magyarországot ért kritikák, ferdítést és kettős mércét alkalmaznak a bírálatok, amelyek a magyar kormányt érintik, és azt is mondta, hogy számos dicséretre méltó része van az alaptörvénynek, amihez ő gratulálna, amerikai sokat tanulhat bizonyos kérdésekben Magyarországtól. Ön mit szól ehhez?
Ahogy ön is említette, elgondolhatja, az amerikai politika legalább olyan megosztott, mint a magyar, és Smith képviselő egy jól ismert politikus abból a szempontból, aki olyan kérdéseket említett, mint például a meg nem született gyermekeknek a jogai, és természetesen a magyar alkotmány ebből a szempontból nagyon közel áll az ő álláspontjukhoz, és ezért ennek az alkotmányos megállapításnak a védelmét várni lehetett Smith képviselőtől. Nagyon érdekes lenne meghallgatni az ő véleményét azok után, amik az alkotmányban teljes mértékben benne vannak. Ön szerint Smith képviselő olvasta egyébként az alkotmány teljes szövegét? Illetve akár a módosításokat? Ön tudott vele erről a meghallgatáson kívül is beszélni? Smith képviselő úr nem jött el a meghallgatásra, nem volt lehetőségem találkozni vele, és ezért nem tudom, hogy valójában volt-e lehetősége, hogy elvégezte ezt, hogy alaposan átolvassa a rendelkezésére álló szöveget. Amit tudok azt, hogy ő a képviselőháznak egy életpárti tagja, és ez az a kérdés, amely leginkább őt motiválja, a meg nem született gyermekeknek a jogai, és ebből a szempontból a magyar kormány álláspontjával nagyon sok szempontból közös az ő álláspontja. Ön egyébként nagyon komoly álláspontot fogalmazott meg, és nagyon éles bírálatot fogalmazott meg az alaptörvénnyel kapcsolatban, és a módosítással kapcsolatban. Azt mondta például, hogy ezzel kivágták az alkotmányosság 89-ben ültetett fáját, a Fidesz kormány abszolút hatalmat adott magának. Azt is mondta, hogy bizonyos definíciók szerint Magyarország jelenleg a zsarnokság határáig jutott el, és alkotmányos öröngést vitt véghez a Fidesz itt az elmúlt években. Mire alapozza mindezt? Először is azt szeretném mondani, amikor azt mondtam, hogy Magyarország a zsarnokságnak a határán áll, James Madisonnak, az amerikai alkotmány egyik szerzőjére hivatkoztam, aki azt mondta, hogyha az alkotmányos jogok ugyanabban a kézbe kerülnek, akkor ez a zsarnokságnak a veszélyét veti föl. Láthattuk, hogy Magyarországon ma jelenleg az alkotmány alapján egy kézbe összpontosul, egyetlen politikai pártnak a kezében, és még hogyha ennek a helyzetet elfogadjuk, akkor nagyon veszélyes az, hogy nincsen ezzel szemben semmilyen ellensúlyra lehetőség. Ön kritizálta és kimerítő részletekkel szolgált arra vonatkozóan, hogy hogyan változott meg az alkotmánybírók jelölési rendszere, illetve hogy a 15-ből most már 9 bírót a Fidesz-KDNP kormányzó többség jelölt. Viszont ha ez így van, és így van, ez kétségtelen tény, de mivel magyarázza azt, hogy ennek ellenére az utóbbi időszakban számos kérdésben a kormányzatnak kellemetlen döntéseket hozott az alkotmánybíróság, gondoljunk csak például a regisztrációra, vagy a hallgatók röghöz kötésére, vagy a választási kampányszabályokra? Yes. Az alapvető változás, amely a Magyarországot alkotmányos állammá tette 89-ben, pontosan az alkotmánybíróságnak a létrehozása volt, mert máskülönben a kormánynak ugyanolyan működési formája lett volna, mint a sztálinista időben, egy egyoldalú parlamentáris rendszer, ahol egyszerűen egy kétharmados többség meg tudja az alkotmányt szabadon változtatni. De az alkotmánybíróság egy olyan megbízható ellensúlyt tudott jelenteni most, hogy a jelenlegi kormány megkorlátozta az alkotmánybíróságnak a jogkörét, valami olyan helyzethez jutunk vissza, ami a korábbi, pontosan a sztálinista alkotmány alatt állt fönn, amikor egyedül a kormányzó többségnek, parlamenti többségnek megvan a lehetőség, hogy kétharmados többséggel megváltoztassa az alkotmányt. Hogyha a Fidesz ilyen módon választja ki az alkotmánybírókat, hogyha a saját szavazataik elegendőek ahhoz, hogy új alkotmánybírókat válasszanak, ez lehetőséget kínál nekik arra, hogy az ő gondolkodásukhoz alkalmas és illeszkedő embereket válasszon a
bíróságba. Most már erről van szó, hogy nem csak a jogkörét korlátozza az új alkotmánynak, alaptörvénynek az életbe lépése után, hanem fölülbírálja és eltörli az alkotmánybíróságnak az összes korábbi határozatát is, amelyeket az előző alkotmány idején hozott. Ezzel egy teljesen olyan irányba tolja el a hatalmi köröket, és ez az alapvető pont, ami 1989-ben megváltozott, és most ezért hiányoznak az ellensúlyok ebből a rendszerből. Ön egy felhívás is megfogalmazott itt ezen a meghallgatáson, mely szerint az lenne az üdvös, hogyha az EBSZ nagyon komolyan odafigyelne a magyar választásokra, nem csak olyan szempontból, hogy amíg a választások zajlanak, addig felügyelnék ennek a tisztaságát, hanem már most előtte elkezdenék vizsgálni, átvilágítani a kampányszabályozásokat. Ezek szerint önnek komoly fenntartásai vannak, hogy egyáltalán tisztességes választások lesznek-e 2014-ben Magyarországon? Azt gondolom, hogyha egy egypárti kormányzás van, amely saját maga írta meg a saját szabályait, és figyelmen kívül hagyja az ellenzéknek a véleményét, akkor szükséges valamilyen ellensúly, szükséges valamilyen ellenőrzés ennek a működéssel kapcsolatban. Az EBSZ-nek lenne erre lehetősége, olyan bizottságot küldhet Magyarországra, amely áttekinti a választási rendszert, ezek a megfigyelők. Nek figyelembe kell venniük azt, hogy egyetlen év van már csak hátra a választásig. Azt gondolom, hogy egy olyan dolog, ami egy aggodalomra adhat okot, az állampolgársági törvény, amely ott van a parlament előtt, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy titokban tartsa azt a számot, hogy hány választó kérte a regisztrációját az állampolgársági törvény alapján. Hogyha ez titokban marad, akkor hogyan lehetne ellenőrizni a választás után azt, hogy hány szavazat érkezett külföldről? Tehát ezért erre egy nemzetközi monitorozás, ellenőrzésre van szükség, mert a magyarországi ellenzéki pártoknak nincsen erre lehetőségük. Ön felhívta az Egyesült Államok kormányát is arra, hogy gyakoroljon nyomást Magyarországra, hogy betartsák a demokráciát és az alkotmányosságot illető kötelezettségeket. Milyen eszközei lehetnek erre az Egyesült Államoknak? Az amerikai kormánynak nincsen sok lehetősége arra, hogy egy másik országban a belpolitikai belső szabályokat megváltoztassa, de Magyarország a NATO-nak a keretein belül számot kell adnia a jogszerűségről, jogállamiságról és demokráciáról. Az Egyesült Államok ugyanabban a szervezetben van, az EBSZ-ben is, amelynek a feladata az emberi jogoknak a vizsgálata. Ez két olyan szervezet, amelyben az Egyesült Államok és Magyarország is részt vesz, és ezért van lehetőség ezen keresztül az ellenőrzésre. Azt gondolom, hogy az Egyesült Államok nem korlátozásokat akar bevezetni Magyarországgal szemben. Azt gondolom, hogy az Egyesült Államok és más nemzetközi szervezetek egyszerűen azt kérik Magyarországtól, hogy tartsa be azokat az elkötelezettségeket, amelyeket már eddig megtett. Ön azt is kifejtette, hogy milyen korlátozásokra kellene számítani egy olyan új kormánynak, ami esetlegesen a jelenlegi ellenzékből alakulhatna, hiszen, ahogy ezt a bizottsági meghallgatáson, vagy a Helsinki Bizottság meghallgatásán részletesen elmondta, például ott lenne a Költségvetési Tanács, melynek tagjait még az előző Fidesz kormány betonozza be, amely bármikor megvétózhatja a költségvetést, ott lenne a köztársasági elnök, aki ezután feloszlathatja a parlamentet. Hogyha ez így van, vagyis, hogy ennyire nehéz akadályokkal teletűzelt pálya állna az új kormány előtt, amennyiben nem érnek el kétharmadot, akkor jogi úton hogyan lehetne ezt a feloldhatatlan problémát orvosolni? Azt gondolom, hogy mindenképpen, ha létre is jön egy ellenzéki kormányzat, nehéz lesz a számukra a munka a jelenlegi alkotmányos rendszer alapján. De ez nem ok arra, hogy ezt ne próbáljuk meg. Sok olyan esetet láthattunk, amikor láthatjuk azokat a csapdákat, amelyeket a Fidesz elrejtett a jelenlegi rendszerben, de nyilvánosan szükséges erről beszélni, hogy
a választások nyomán egy olyan kormány koalíció jöhessen létre, amelynek a mozgásterét a Fidesz még akkor is korlátozni tudja, hogyha már technikailag nem lesz hatalomban. Egy valóban demokratikus kormányzásra ennek ellenére szükség van Magyarországon. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kim Lane Seppelinek, és természetesen hívtuk a műsorunkba Martonyi János külügyminisztert is. Thank you very much. De a külföldi útja miatt ő nem tudott a rendelkezésünkre állni, és más irányú elfoglaltságok miatt más sem tudott a tárcától a vendégünk lenni.